Rekordszámú közönség előtt tartotta meg a Várpalotai Zeneiskola hagyományos Zeneszerda elnevezésű koncertjét. Az est repertoáriában ezúttal különböző érzelmeket és hangulatokat jelenítettek meg a fellépő növendékek és tanáraik. A Túrivár zsúfolásig megtelt Túri termében a magyar népdalok mellett felcsendültek többek között Ludwig van Beethoven művei, de például Anne Crosby zongora műve segítségével egy rövid, képzeletbeli sétát is tehetett a zenekedvelő közönség a kis hableány kertjében. Ősz vagyok már, fény vagyok már, hamut is magon a mondom. De szuperhónia szép lányom segíthetne a gondot. De nem akar férhez menni! Nem akarok férhez menni! Átadnám a koronám, s az lenne mire unokám. A Kék habos torta című mesejáték intróját hallhatta elsőként a közönség a Várpalotai Zeneiskola harmadik évfolyamos szolfés csoportjának előadásában a Zeneszerda elnevezésű koncerten. Az immáron harmadik éve működő koncertsorozat repertoáriát minden hónapban más tematika köré építik a szervezők. Ezúttal különböző érzelmeket és hangulatokat jelenítettek meg a fellépők az előadott művek segítségével. A Túrivár Túri termét zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt növendékek és zenetanárok egyaránt közönség elé léptek, akik többek között harangjátékon, fúvós hangszereken, klarinéton, gitáron vagy zongorán idézték meg az öröm, a bánat, a szerelem, a féltékenység vagy éppenséggel egy szép természeti jelenség benyomását. A magyar népdalok mellett felcsendültek többek között Ludwig van Beethoven művei, de Anne Crosby zongora műve segítségével egy rövid képzeletbeli sétát is tehetett a zenekedvelő közönség a kis hableány kertjében. A novemberi Zeneszerdát szervező Borbás Károly intézményegységvezető szerint a muzsika egy olyan műfaj, amely képes megjeleníteni a különböző hangulatokat, kikapcsolódást kínálva a helyi zenekedvelőknek, akik a koncert révén egyúttal bepillantást is nyerhetnek a Várpalotai Zeneiskola mindennapjaiba, az intézményben folyó zenei nevelésbe. Emellett a növendékeknek is remek alkalmat kínál a zenei est a bemutatkozásra. Ezek a hangversenyek lehetőséget biztosítanak a diákoknak a fellépésre. Akik nagyon jók és pályára készülnek, azoknak azért, hogy legyen lehetőségük. Akik esetleg ritkábban jutnak színpadra, azoknak is egy fellépési lehetőség az, hogy készülnek egy művel. Ezeknek a tematikája már szeptemberben adott, tehát lehet akár egész évre tervezni, hogy ki melyiket, melyik diákkal, vagy melyik tanár szeretné az adott témakörben felkészülni, és ezeknek a koncerteknek van egyfajta ismeretterjesztő jellege is, amivel szeretnénk becsábítani a városlakókat is a zeneiskola koncertjeire. A Zeneszerda koncertsorozat következő alkalma a tervek szerint jövő év februárjában lesz, ahol majd a ritmus kerül előtérbe.